minden beszélnek a pesti villamosokról. Beszéljünk most egyszer az utasokról, legalábbis egyikről, másikról. Például a műkedvelő légtornászokról. Figyeljünk csak! A lépcsőn is kérem. Fiatal emberek, kérem a jegyeket megváltani vagy kezeltetni. Nem hallották, kérem? Önökhöz szóltam. Ugyan, kisanya! Csak nem képzeli, hogy egy vacak jegy miatt leessen. A legközelebb kettőt veszünk, Szivikém, pápá! Viszlát! Pápá! Neveletlen kölcsös. 50 fillérért egy felnőtt ember sose tenne ilyet. Jól mondja. Sose tenne ilyet. Sose tenne ilyet. Sose tenne ilyet. Biztos ez néni. Kérem egyeket megváltani, vagy kezelésre átadni. Köszönöm. Jegyeket, ahol nem láttam. Köszönöm szépen. Bocsánat, kezelte már a jegyet? Tessék? Ja, hogyne, persze. Elnézést, legyen szíves még egyszer megmutatni. Ejnye néni, szabad ilyet csinálni? Ide tettem. Na hát... Hát akkor kérek egy vonalat. Kettőt. Még a csomagjáról is elfeledkezik. Íme az elmélyült olvasó típusa. Érdekes tulajdonsága, hogy főleg akkor művelődik, mikor a kalauza jegyeket kéri. Köszönöm. Kérem, uram, ön még nem váltotta meg a jegyet. Mit szól bele? Mi köze hozzá? Nagyon is sok. Én ugyanis társadalmi ellenőr vagyok. A kalauz többször is járt erre, és én mégsem váltok jegyet. Úgyis a végállomásig megyek. Kérem, a kalauz első felszólítására meg kell váltani a menetjegyet. De nálam is megváltatja. Milyen lesz? 350 és a menetjegy ára 70, tehát 4 forint 20 fillér. Tessék. Köszönöm. Mégsem a végállomásig meg. Nem, meggondoltam. Átjárítás, tiszta átrágítás. Persze a gyerekek sem mind angyalok. Ez itt egy hurfangos diák. Köszönöm. Na, öcsi, neked milyen jegy lesz? Apukámnál van. Jó van. Szabad, kérem a jegyeket. Kérem a jegyeket. Bocsánat. Szabad kérnem a jegyet. Tessék. Köszönöm. A kisfiának milyen jegyet adott? Kihe? A kisfiának. A kisfiának. Kérem, én nőtlen ember vagyok. Ez pedig a pendliző. Maga sem tudja, milyen veszélyes a játék, amit művel. Szabad a jegyet? A jegyet kérem. Kérem a jegyet. Tessék, fiatal ember. Átszálló. Igen, átszálló. Igen. Már is hagyjuk.
Átszálló. Köszönöm. Jó napot kívánok. A bujócskázó. Neki az utazás társas játék. És a kalauza hunyó. Tessék kérem, van még egy pár jegyem. Lehet jelentkezni kérem. Két vonalat kérek. Kettő vonal. Egymás mellé. Egymás mellé, hogy a dolgozók kívánják. Nagyon köszönöm. Van még egy pár jegyem. Jelentkezzünk, amíg a készlet tart, kérem. Tessék. Leszállok, kérem. Bocsánat, kérem a jegyet ellenőrzésre. Kezelve kérem, nem baj, szabad. Igen, de még tegnap volt. És 3 forintot fekügyét kérem szépen. Köszönöm. Hát ez bizony nem sikerült. Sajnos elég sokan vannak, akik sportból, vagánságból vagy feledékenységből elmulasztják a jegyváltást. A legnépszerűbb közlekedési eszközén, a villamoson, havonta átlag 2,5 millió ember utazik. Az utasoknak csak 1%-a nem vált jegyet, az évente 8 millió forint veszteséget jelent. Ez 6 vadonatúj villamoskocsi ára. Ettől fosztják meg magukat és másokat a blitzelők. Pedig ilyen olcsó közlekedés mellett igazán nem teljesítmény a blitzelés. Bízunk benne, hogy ezt előbb-utóbb valamennyien belátják. Már is kalauz nélkül közlekedik. És az utasok megérdemlik a bizalmat. Pedig senki sem mondja nekik, hogy szabad a jegyeket?